Reményik Sándor iskola a város egyetlen evangélikus általános iskolájaként működik. Névadója kolozsvári születésű író, akinek élete és munkássága az intézmény nevelési törekvéseihez értékeket, a tantestület számára pedig példát ad. A Reményik iskola egyházközségünknek egy büszkesége, azt is mondhatom, egy sikertörténet az elmúlt években, 2007 óta működik a városban, és folyamatosan fejlődik. Fejlődik lélekben, fejlődik fizikálisan, hisz egy új épület épült az elmúlt időszakban, és a felújítások folytatódnak az előttünk álló hónapokban is. Tehát egyre szépülünk, bővülünk. Az iskola épülete az elmúlt években új tantermekkel, közösségi terekkel, étkezővel és sportpályával bővült. Az intézmény célja, hogy korszerű és biztos tudás megszerzése mellett emberi értékekre, empátiára, a környezet megóvására és hitre nevelje a diákokat. Órarendbe építve tanulnak a gyerekek hittant, kiki a maga felekezete szerint. Minden hétfő reggel az iskola összes tanulója közös áhítaton vesz részt az evangélikus templomban, ahol könnyed hangulatban gitárzenével színesített énekkel és imádsággal hangolódnak a hétre. Három gyerekünk jár ide, fontos volt az elsőnél is már az értékrend, amit az iskola képvisel. Akkor még nem volt meg a tapasztalatunk, aztán a második és a harmadikat már úgy hoztuk ide, hogy tudtuk, láttuk azt, hogy nem csak az értékrend, hanem maga a környezet is, a tanárok is azt nyújtják nekik, amit szerettünk volna. Nem volt kérdése a másodiknál, se a harmadiknál, hogy ide hozzuk őket. Már csak azért is, mert voltak és vannak is olyan tanárok, akik tanítottak engem is, és úgy gondoltuk, hogy ha mi belőlünk olyan szülőket neveltek, amilyenek remélünk, hogy megfelelünk, akkor belőlük is olyan felnőttek lesznek, amilyeneket szeretnénk. A leendő elsősök két idegen nyelv az angol és a német közül választhatnak. A nyelvoktatásban az életkori sajátosságoknak megfelelő módszereket alkalmazzák. Nagy hangsúlyt fektet az iskola a tehetség gondozásra és fejlesztésére. A délutáni gyakorló órákon a gyerekek elkészítik a házi feladataikat, gyakorolnak a következő napra. Az iskola célja, hogy minél több gyermek jusson sikerélményhez. A különböző versenyeken, rendezvényeken nem feltétlenül a kimagasló eredmények elérése az elvárás a tanulóktól, hanem a tisztességes helytállás. Az iskola saját versenyeket is hirdet, ilyen például a Gazdag Erzsi versmondó, a Ma kerékpárral, holnap autóval elnevezésű kresszverseny és a Reményik napok keretében megrendezett dunántúli egyházi iskolák közötti verseny. Nagyon örülünk, hogy iskolánk ilyen népszerű és ilyen sokan érdeklődnek irántunk. Ez mindenképpen visszajelzés arra vonatkozóan, hogy amit az iskola képvisel értékek, ezek nem csak nekünk fontosak. Nem csak nekünk fontos a keresztény szellemiség, a nemzetünk, népünk kultúrájának az ismerete, a hagyományok őrzése, hanem mindazoknak, akik keresnek bennünket és szeretnék, hogyha hozzánk járhatnak is gyermekük. Nagyon remélem, hogy iskolánkat olyanná sikerült teremteni, mint ahogy mi ezt annak idején elkezdtük, amikor alapítottuk az evangélikus iskolát, hogy ide öröm legyen belépni minden kisgyermeknek. Mindent megteszünk ezért, hogy ez így is maradjon. Ezért próbáljuk a gyerekeket bent tartani délután 4-ig, fél 5-ig itt ebbe a közösségbe, ahol sok érdekes, színes programot kínálunk nekik. Talán ezért is erősödött az a törekvésünk, hogy az idei évtől átvettük a művészeti oktatást, művészeti iskolát alapítottunk, a tanórákra is behozunk színesítő foglalkozásokat, kívülről hívunk hagyományőrzőket, akik bemutatják népi kultúránkat, a régmúlt idők történelmét elevenítik föl, néptáncoktatással foglalkozunk, régészt hívunk előadónak, és sok-sok mindent sorolhatnék, amivel minden az a célunk, hogy ide a gyerekek örömmel léphessenek be nap mint nap, és boldogan menjenek haza, sok szép élményt mesélve otthon a szüleiknek, amikor az iskolájukról, rólunk, az evangélikus közösségről beszélnek. Művészeti iskolánk sokoldalú képzést kínál. Minden valamely művészeti tevékenységhez kedvet érző tanulónkat várjuk a különféle tanszakainkon. Ezek a környezet és kézműves kultúra foglalkozások, a színjátszás, a néptáncórák.
de tanulhatnak növendékeink zenei területen is. Lehetőséget kínálunk a fúvós, vonós és billentyűs hangszereken való tanulásra, hogyha valaki éppen ahhoz érez kedvet. Amikor nyílt napon megnéztük ezt az iskolát a tavalyi évben, akkor azt tapasztaltuk, hogy itt egy nagyon kellemes légkör van. Nagyon fontosnak látszott az, hogy itt egy kis csapatot építsenek a gyerekekből, és ez szimpatikus volt. Szimpatikus azért, hiszen nagyon fontos, hogy ezek a gyerekek odafigyeljenek egymásra, szeressék egymást, és eltelt egy fél év, ami után azt mondom, hogy ezeket a reményeinket az iskola teljesen beváltotta. Nagy örömünkre szolgál, hogy egyre többen érdeklődnek irántunk, és sokan szeretnének ebbe az iskolába járni, amelyik egy egyházi iskola, evangélikus iskola. A keresztény értékrend mellett a modern pedagógia eszközeit kívánja használni, illetve a tehetséggondozás mellett a felzárkóztatás is célja, úgy, ahogy ez egy keresztény közösségben illendő is. Tehát mindenkit nagy szeretettel várunk az iskolánkba, az első évfolyamba, de a felsőbb évfolyamokba is.